A megye első osztályú bajnokság múlt hétvégén rajtolt el. A Maros Mentiek a Székudas otthonában léptek pályára, ahol fölényes 0-7-es győzelmet arattak. Ezt a magas szintű játékot szeretnék képviselni az őszi szezonban, melyért kitartóan edzenek az ifjak. Csütörtöki tréningjükre televíziónk is ellátogatott, ahol megtapasztalhattuk, milyen elánnal készülnek a Bordány elleni mérkőzésre. Úgy gondolom, hogy azért ők ott lesznek a tabella első felében a bajnokságban. Nagyon várjuk már a mérkőzést, mert legutóbb itt nézők előtt novemberben tudtunk pályára lépni. Gondolom, hogy legalábbis bízom benne, hogy sokan fognak kijönni a hétvégén. Egy jó meccset várok igazából, játszós csapat az ellenfél, és nyilván hazai győzelmet. Mint ismeretes, a gárda 8 új igazolással kezdte meg az őszi szezont, a napokban pedig csatlakozott még hozzájuk a 20 éves belső védő Belanka Dávid. A közel 190 cm-es játékos az Agyűből érkezett. Az új alakult vezetőség célja, hogy minél többen jöjjenek kiszurkolni a vasas pályára, ezért több meglepetéssel is készülnek. Próbáltunk egy kicsit ilyen családiasabb hangulatot teremteni, vagy hát kicsábítani azokat is, akik esetleg annyira a futball iránt nem érdeklődnek, de van gyerekük, úgyhogy lesz ugrálóvár, arcfestés, két büfénk lesz, majd a belépőjegyeket be lehet váltani egy sörre vagy egy üdítőre, és igazából ezzel próbáljuk kicsit a családiasabb hangulatot megteremteni. A jegyekért felnőttként 500 forintot, gyermekenként pedig 300 forintot kell fizetni. A hagyományokhoz híven tombola sorsolásra is sor kerül. A hazai mérkőzéseket a Makói Városi Televízió keddi műsorában nézhetik majd vissza felvételről.